Gép varázsol hóesést a Móricz Zsigmond Színház deszkáira. Ez a különleges látvány is része annak a produkciónak, amelyet szombattól láthat a közönség. A 90-es évek egyik sikeres filmvígjátéka volt az Idétlen időkig, amit világszerte gyakran sugároznak a televíziók. 2016-ban Londonból indult útjára a sikeres musical, és most Magyarországon először a Nyíregyházi Színházban látható. A történet főhőse Phil, a híres televíziós meteorológus, egy amerikai kisvárosból tudósít a helyi népszokás a mormota nap eseményéről. Az életunt és cinikus alaknak nem tetszik a feladat, alig várja, hogy megszabaduljon a lenézett vidéki lakosoktól és hazatérhessen. Egy váratlan hóvihar azonban útját állja, így kénytelen még egy éjszakát tölteni a kisvárosban. Meglepetésére másnap reggel viszont ugyanarra a napra ébred, ami már egyszer véget ért. A több nemzetközi díjjal elismert musical igazi meglepetés a Nyíregyházi Teátrum nézőinek. Ős bemutatóról beszélünk, de amúgy is nagyon kevés bemutatója volt. A londoni West End-i bemutató után New Yorkban mutatták be a Broadway-n az előadást, majd Helsinki-ben tudok egy bemutatóról, és ezek után mi jövünk itt Nyíregyházán, szóval a dolog nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a remek művet, mert bátran állíthatom, hogy ez egy brilliáns remek mű, ezt ilyen gyorsak voltunk itt Magyarországon, és azon belül mi Nyíregyházán, hogy már is színpadra tudtuk állítani, sok színházat megelőzve, ez szerintem egy nagy büszkeség, egy nagy dolog. A főszerepet Phil Connors, televíziós meteorológust Gulácsi Tamás alakítja, aki néhány héttel ezelőtt megyei Prima különdíjban részesült. Egy nagyképű, hát sokszor akár erőszakos, felszínes emberről beszélünk, legalábbis ugye ez a látszat, és ez az, amit a környezetének mutat, vagy ennyi bátorsága van ahhoz, hogy ennyit mer magából megmutatni a külvilágnak, de aztán bizony ez a helyzet, amiben kerül Punxsutawney-ban, ez kihozza belőle azokat a mélységeket, amikkel talán nem mert szembenézni eddig élete során, úgyhogy nagyon hálás feladat játszani Phil Connors-t. A művet Sedjánszky Nóra, a dalszövegeket pedig Zöldi Gergely fordította. A nagyszerű zene és a különleges látványvilág minden bizonnyal hozzájárul ahhoz, hogy a nézők felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak majd a Móricz Zsigmond Színházban az Idétlen időkig című előadáson.